A Miskolc legyőzését követően újabb rangos ellenfelet fogad szombaton a Nyíregyháza Blue Sharks. A sorozatban hídgyőzelemnél járó kék cápák a velük azonos mutatóval álló Hódmezővásárhely ellen lépnek pályára a Continental Arénában. A két csapat ebben a szezonban már két alkalommal találkozott egymással, a bajnokságban ősszel a vásárhelyiek nyertek 90-75-re, a HEP kupában viszont hazai pályán a nyíregyháziak győztek 87-67-re. Hazai pályán mindig más játszani, mint idegenben. A Hódmezővásárhelynek kifejezetten erős hazai pályája van. Ez az akkori, azt hiszem még decemberi meccsen ki is ütközött. Nem is voltunk még akkor olyan formában, nem működtünk még annyira együtt csapatként, mint a előző meccseken, így én bizakodva várom ezt a mérkőzést is. Az utolsó hét meccsen mindegyiken nyertünk. Jó formában van a csapat, tele vagyunk önbizalommal, hazai pályán játszunk, úgyhogy számomra nem lehet kérdéses a mérkőzés kimenetele. A kék cápák még a második helyet is megszerezhetik az alapszakaszban, ehhez első lépésként meg kell nyerniük a szombati mérkőzést. Igaz, a nyíregyháziak sorsa már nem csak a saját kezükben van. A második hely megszerzése ott van a szemünk előtt, de azért azt hozzá kell tenni, hogy ehhez a MEAFC is szükséges. Tehát nem csak a mi kezünkben van a sorsunk, sokkal jobban örülök ennek abban az esetben, hogyha mi dönthetjük el, hogy hol legyünk. Tehát a Miskolc is játszik még két mérkőzést, viszont mind a kettőt idegenben, az egyiket Nagykőrösön, a másikat Hódmezővásárhelyen, és az egyiket el kell veszítenie ahhoz, hogy mi fölkerülhessünk a második helyre. Éppen ezért nekünk a minimális dolgot, azt, hogy megnyerjük a hátralévő két mérkőzésünket a Hódmezővásárhely, illetve a Nagykörös ellen, ugyanúgy, ahogyan a Miskolc is velük játszik. Tehát nekünk ezt a minimális elvárást teljesíteni kell, és ennek függvényében állunk hozzá ez a hétvégi mérkőzéshez is. A Nyíregyháza Blue Sharks Hódmezővásárhely mérkőzés szombaton 16 óra 30-kor kezdődik a Continental Arénában. A forduló további párosítása a következő: Tiszaújváros Óbudai Kaszások, Eger Budapesti Honvéd, Salgótarján Debrecen, MAFC 2 Békés és Nagykőrös Miskolc.